Nagyon sok szeretettel köszöntök minden kedves megjelentet a ma este a Hírhatár Útifilm Szemle záró napjának a díjátadó műsorán. Nicholas Sparks gondolatát idézve, minden utazás egyszerű és megismételhetetlen. Még ha ugyanoda megy is az ember és ugyanazokkal találkozik, akkor sem lesz ugyanaz az élmény. Nem érezném ugyanazt. Számomra ez az utazás lényege. Emberekkel találkozni, megtanulni nem csak elfogadni egy másik kultúrát, hanem élvezni is. Úgy venni részt benne, mintha helybéli lennék, és úgy reagálni mindenféle benyomásra. Mikor néhány éve megfogalmazódott bennünk a jelenleg megrendezésre kerülő útifilmszemle ötlete, célunk az volt, hogy a filmek által próbáljuk az utazásoknak ezt a bizonyos egyediségét konzerválni, ezáltal mások számára is átélhetővé téve az alkotók élményeit, szemléletét. Nézz az égre, mondd, hogy válnak fejünk felett, csillagzátony, csillagzátony. Feküdj hanyatt, egyszer élünk erről többet, nem beszélünk. Körbe-körbe egyre feljebb veled menni, vagy elengedni, szép az arcod, szép a ráncod, szép az élet, nézd, hogy válnak, s majd 20 év múlva látlak, lehet, hogy ugyanúgy megkívánlak. Április elején várlak, s majd 20 év múlva látlak, lehet, hogy ugyanúgy megkívánlak, mint április elején. Egy útifilm szemlén való részvétel természetesen megmérettetéssel is jár. A filmek értékelésére 3 tagú zsűrit kértünk fel. Kicsit olyan, mint azon a bizonyos... Nem kell mondanom. 3. helyezett, igen, egy kicsit távolabbra utazott, és nagyon ügyes munka volt. Azerbajdzsán, Navradi Benedekné. De Szabó László nyerte meg a 2. díjat, akinek nagyon gratulálok. 80,000 Steps in Praha, vagyis Prág. Prágában 80,000 lépés, nem tudom annyi volt, de szeretettel gratulálok. Az alkotónak nem tudom, hogy itt van-e, át tudjuk adni a díjat. Nincs itt. De akkor is egy kapcsolat. Értelmel és helyes kis kliplet belőle, szép képekkel. Köszönjük szépen! Hamarosan megtudjuk, ki nyert a Hírhatár Útifilm Szemle fődíját. Egy 100,000 forint értékű utazási utalványt, amely a TDM utazási iroda bármely 2019-ben szervezett körutazására felhasználható. A díj átadására szeretném felkérni Fazekas Sándor főiskolai tanárt. A fődíjról el tudom mondani, hogy olyan alkotók készítették, akik nem először utaztak valószínűleg már a világban. Amikor zsűrizni gondolkodtunk is, hogy egy újabb utazási utalmányt adjunk olyan embernek, aki végigjárta már a világot, vagy inkább adjunk olyannak, aki kevesebbet járkált a világban, hát többet fog látni, még több úti film lesz. Azonban mindenképpen úgy kellett döntenünk, hogy ez a film nyeri meg ezt a filmszemlét, hiszen ez volt a legjobb film. Tehát így nincs mese, gratulálunk az alkotóknak, Mónus József, a Farkas, Hajdun Ernestó San Franciscó-i című film nyert ezt a fesztivált. Még egyszer gratulálunk. A díjátadás után a kis teremben lesz egy kis konzultáció. Az alkotók, akik itt vannak, ha érdekli őket, hogy miket gondolunk a filmjeikről, miben tudunk segíteni legközelebbi munkánál esetleg. Tehát ez be is tehetne, akár a